Ahhoz, hogy felhőtlenül élvezhessük külföldi nyaralásunkat, utazás előtt nem árt tájékozódnunk pár egyszerűen betartható szabályról. A legtöbben talán bele sem gondolnak, hogy egy-egy aprónak tűnő, ám elfelejtett előírás be nem tartása milyen kellemetlen következményekkel járhat. Legyen szó házi kedvencünkről, készpénzről, cigarettáról, alkoholról vagy a szedett gyógyszerekről. Ha valóban gondtalanul szeretnénk nyaralni, nem árt tisztában lenni pár jogszabállyal, és itt sok kellemetlenséget, felesleges adminisztrációt, vagy akár költséget is megtakaríthatunk. Például mit vihetünk a poggyászunkban, mit hozhatunk be, illetve ki adó, illetve vámmentesen, mi az, ami engedélyhez kötött, vagy mi az, ami valóban tilos. Tehát az alapesetben az Európai Unió tagállamain belül nem kereskedelmi célra, saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek, áruk nincsenek korlátozva. Vannak azonban olyan termékek, amik érthető módon korlátozáshoz kötöttek, ilyenek például a dohánytermékek, alkohol, védett állatok, növényfajok, gyógyszerek, vagy akár például a kis állataink, ha magunkkal szeretnénk vinni külföldi nyaralásunkra. Házi kedvenc az EU-n belül kizárólag a lakóhely szerint illetékes állatorvos által kiállított állatútlevéllel kísérheti el gazdáját a külföldi utazásra. A folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülők csak a kezelő orvosuk által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal tagállami utazásaik során, valamint a készpénzre is fontos figyelni. A kis állatunkat, ha külföldre szeretnénk magunkkal vinni, nagyon fontos, hogy csak engedéllyel tehetjük meg. Ezt a lakóhely szerint illetékes állatorvos által kiállított állatútlevél birtokában tehetjük meg. Aki folyamatos gyógyszeres kezelésre szorul, a kezelőorvos által előírt gyógyszermennyiséget viheti ki EU országon belül, tehát az EU-s tagállamokon belül. Nagyon fontos még a készpénz. Tehát a 10 000 euró, vagy az ezt meghaladó készpénzt, vagy akár készpénzt helyettesítő eszközt, amelyben az Európai Unió külső határait ki vagy kifele vagy befele átlépjük, köteles bejelenteni a legközelebbi adó- és vámhivatalhoz írásban ennek az összegnek a tényét. Az EU-n belül jövedéki terméket, például alkoholt, cigarettát vagy üzemanyagot magánszemélyként nem gazdasági célra adómentesen lehet szállítani. Ha pedig harmadik országba utazunk, akkor a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani. Fontos még, hogy amennyiben harmadik országba utazunk, akkor, és valamit szeretnénk kivinni, akkor a célország jogszabályaival is tisztába kell lennünk, amivel ugye általában azért az emberek nincsenek tisztába. Ezt a magyarországi diplomáciai képviseleteken tudják megtenni, tehát ott tudnak részletes felvilágosítást kérni ezekről a kinti jogszabályokról. Általános forgalmi adó alól mentes a külföldi utas által vásárolt termék, ha azt személyi vagy úti poggyászának részeként az európai közösség területéről kiviszi. Ha mindenre figyelünk és szabályosan járunk el, akkor biztos, hogy nem fog minket meglepetés érni, és felhőtlen lehet a nyaralásunk.